Békés Csaba alföldi csomópont lehet, Lázár János miniszter és Szalvas Péter polgármester egyeztetett. Sikertörténet a kadétképzés, Simicskó István a kadét lövészversenyen járt Szarvason. Vigyázkész rajt, új csarnokot adtak át az akadémián. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A legfontosabb cél, hogy Békés Csaba alföldi csomóponttá váljon az elkövetkezendő időszakban, fogalmazott az építési és közlekedési miniszter pénteken Békés Csabán. Lázár János kiemelte, a tervek között szerepel a kül- és belterületi utak fejlesztése, a reptér felújítása, valamint az, hogy 2025-től modernebb vasúti kocsik és helyi tömegközlekedési járművek lesznek a városban. Az Alföld program részeként látogatott Békés Csabára Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárca vezető azt emelte ki, hogy a program célja bevonni az Alföldet és egyúttal Békés Csabát az ország vérkeringésébe. Ehhez az útfejlesztések elengedhetetlenek, például az M44-es országhatárig való kiépítése. Ki vannak adva a tervezői megbízások 13 milliárd forint értékben az M47-es megépítésére, és foglalkozunk a déli elkerülőnek a megépítésével és megtervezésével itt Békés Csabán. Ezzel tulajdonképpen, ha megépítjük az M44-est, megvalósul az M47-es, és a déli elkerülőt is megcsináljuk, akkor nem csak egy körgyűrűt hozunk létre Békés Csaba körül, hanem egy olyan központi közlekedési csomópont lesz Békés Csaba, amely a város számára nagy lehetőséget kínál föl. A miniszter kiemelte, hogy fejlesztik a Békés Csabai repteret és a belterületi utakat is, valamint a következő évtől modernebb vasúti kocsik és helyi tömegközlekedési járművek lesznek Békés Csabán. A 2025-es évben érdemi változások lesznek a járművek minőségét illetően. Kísérletet teszünk a menetidő tartására és csökkentésére, de ami a legfontosabb a helyi lakosok szerint a polgármester úr véleménye alapján, a kocsik minősége, ezt megpróbáljuk jövőre átalakítani, átstruktúrálni. Modernebb, jobb felszereltségű vasúti kocsik beállítását ígértem meg a polgármester úrnak. Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta, hogy a város fejlesztésével kapcsolatban korábban ilyen kormányzati hozzáállást még nem tapasztalt. Mint fogalmazott, most egy új fejezet kezdődik a város életében. A Modern Város program kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök úrral 2016-ban aláírt megállapodás után nyugodtan kimerem jelenteni, hogy Békés Csaba rengeteget fejlődött a kormányzati támogatásoknak is köszönhetően. Most egy új fejezet nyílt meg előttünk, amely azt kell mutassa Békés Csaba önkormányzat számára, hogy akkor tud sikeres lenni az elkövetkező időszakban, ha fejlesztési tervekkel rendelkezik. A sajtótájékoztató további témáiról a behír.hu hírportálon, az önkormányzati hírek rovatban olvashatnak bővebben. A kadétképzés sikertörténet, a jövő biztonságát pedig azok a kadétok garantálják majd, akik a katonai hivatást választják, mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakció vezetője csütörtökön Szarvason. Nem csak a diákok, a kadét tűzfegyveres lövészverseny eredményhirdetésére érkező vendégek is kipróbálhatták, milyen légpuskával lőni. Simicskó István elmondta, 2017-ben három iskolában indult a Honvéd kadét program. Most 159 középiskolában 11 000-nél is több kadétjuk van. Hozzátette, csaknem 260 tagszervezet kapcsolódott hozzájuk, programjaikkal mintegy 200 000 embert érnek el. Különböző létesítmények is rendelkezésünkre állnak, ezeknek az üzemeltetés és működtetés is a Honvédelmi Sportszövetség végzi. Jelen pillanatban 5 helyen, helyszínen van Magyarország különböző helyszínen ilyen, pontosan ugyanilyen honvédelmi sportközpont. Itt a szarvasi példaértékűen működik, azt tudom mondani, ezért köszönettel tartozunk mindenkinek, aki ebben részt vesz. Valóban maximális kihasználtsággal, mind küzdősportok vonatkozásában, mind technikai sportok vonatkozásában, mind pedig a lövészet megteremtésének a lehetőségeit is maximálisan kihasználják az itt élő emberek. A Honvédelmi Sportszövetség elnöke szerint azok, akik kadétképzésben vesznek részt, a hivatásos, a szerződéses és a tartalékos katonai hivatást is választhatják, de a civil életben is kamatoztatható többletképességekre tesznek szert. A kadétképzés sikeres, sikertörténet, nyugodtan mondhatjuk ezt, nem vagyunk a végén,
de ha megnézzük a számokat, azok önmagukért beszélnek, meg ha rátok nézünk, nyilván az is. De egyébként, ugye amikor indultunk 2017-ben a kadétképzéssel, akkor 3 középiskola jelentkezett, most meg 159 kadétiskolánk van Magyarországon, több mint 11 ezer kadétunk van nulláról, 2017 óta ezt értük el. A csütörtöki kadét tűzfegyveres lövészversenyen 43-an vettek részt. A fiatalok 22-es kaliberű tűzfegyveres versenyszámban mérték össze tudásukat. Hivatalosan is megnyitották csütörtök este a 27. Csabai Kolbász Fesztivált. Az eseménynek idén is a Csaba Park ad otthont, ahol 4 napon keresztül minden a Csabai Kolbászról szól. A megnyitó részeként kihirdették a Nemzetközi Száraz Kolbász Verseny végeredményét is. A csütörtök esti megnyitóval hivatalosan is kezdetét vette a 27. Csabai Kolbász Fesztivál. A Nemzetközi Száraz Kolbász Verseny zsűrizését már 2 héttel ezelőtt megtartották, most pedig a legjobbaknak járó díjakat is átadták. Kocsis Márk, az idei kolbászkirály elmondta, hogy csak szívvel, lélekkel lehet jó kolbászt készíteni. Nagyon örülök, hogy ezt a címet sikerült elnyernem, főleg ilyen fiatalon. Ez egy óriási lendületet adott, hogy folytatnom kell, és még jobban odafigyelni a dolgokra, a termékekre. Nagyon várom a jövő évit is, és remélem, hogy akkor is sikerül legalább egy dobogós helyezést elhoznom. Hégely Sándor fesztiváligazgató megnyitójában hangsúlyozta, az a céljuk, hogy évről évre megtartsák az alapító Ambrus család által létrehozott hangulatot. A hagyományokat tovább akarjuk örökíteni. Akár a Csabai Kolbász Klub, akár a Csabai Kolbász Fesztivál arra jött létre, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek azt, amit mi tudunk. Megmutassuk nekik azt, hogy ez egy, amellett, hogy egy családokat, társaságokat összetartó közösségi esemény, amellett egy hatalmas buli is. Varga Tamás alpolgármester úgy fogalmazott, talán az egyszerűségében rejlik a Csabai Kolbász zsenialitása és különlegessége. Hogyha megnézzük, hogy ehhez a tudathoz még hozzájárulnak azok a komponensek, hogy hagyományt őrzünk, receptek szállnak generációra, generációra, hogy egy kolbászkészítés alkalom arra, hogy a barátokkal, rokonokkal találkozzunk, és nem utolsó sorban a csabai kolbász, mi csabaiak a legjobb valutának használjuk, hiszen egy jó kolbásszal sok mindent el tudunk intézni. Herceg Tamás országgyűlési képviselő köszöntőjében a csabai vendégszeretetet emelte ki, hiszen a helyiek mindig gondoskodnak azokról, akik a városba érkeznek. A Békés Csaba gondoskodik a vendégeiről, és a Csabai Kolbász Fesztivál gondoskodik a vendégeiről. Eljött át az a 4 nap, a mai nappal kezdődően, amely talán pirosbetűs nap mindegyik Békés Csabai lakos kalendáriumában. Eljött az a 4 nap, amikor az apraja nagyja kolbász úr a városnak. A 27. Csabai Kolbász Fesztivál szombaton a Nemzetközi Kolbászkészítő versennyel folytatódik, vasárnap pedig a töltött káposzta főző versennyel zárul. Az ifjúsági kolbászgyúrással folytatódott a 27. Csabai Kolbász Fesztivál programja. A Mokri sátorban több mint 130 középiskolás és egyetemista csapat darabolta, fűszerezte, töltötte a csabai finomságot. A közel 30 tagú zsűri ünnepélyes felvonulása után a kolbászdallal vette kezdetét az ifjúsági gyúróverseny, melyre több középiskola csapata is nevezett. A Szegya Fotó Crew második alkalommal indult a megmérettetésen. Ez egy nagyon titkos recept, ezt a tanárunk találta ki, és mindig ezt gyúrjuk be, tavaly dobogót értünk el, reméljük, hogy most még jobb eredményt érünk el. A divat szakosok ezúttal a kolbászkészítésben élhették ki kreativitásukat. Paprikával festünk, méghozzá húst, és bízunk benne, hogy az a szín, amit itt a csapatunk képvisel, ez a vörös szín, ez meg fog jelenni a kolbászban is. Az iskolai csapatok mellett fiatalokból álló baráti társaságok is saját recept alapján fűszereztek és gyúrtak. Mindenkinek van másik receptje, és hogy senki ne maradjon ki a buliból, ebből tradíciót tervezünk csinálni, és mindenki gyúrhatja a saját kolbászát. Minden évben változik a recept, és az alapján csináljuk meg.
Nem csak Békés Csabáról és a környékről érkeztek diákok, a Budapesti Állatorvos Tudományi Egyetemről egy lánycsapat képviseltette magát a kolbászgyúráson. Úgy érezzük, hogy mi azért közel vagyunk a szakmához, ismerjük az állatokat, úgyhogy végül is az állategészségügy az elég közel áll mindenkihez, úgyhogy ezt a részét is meg kell ismerni a szakmának. A fiatalok tevékenységét közel 30 tagú zsűri értékelte. A húsnak a darabolását, a kolbásznak a begyúrását, darálását, begyúrását, és hát most itt első körben, mert két körben fogjuk majd ezt a zsűrizést az összességében, mire kész lesz a kolbász. A második kör lesz, majd oda bent lesz, amikor megsütik a kolbászt, és a színeket meg az ízeket fogjuk megkóstolni. A kolbászgyúró versenyre a térség országgyűlési képviselője is kilátogatott, aki örömmel tapasztalta, hogy milyen nagy az érdeklődés a fiatalok körében a hagyományőrző rendezvény iránt. Nagyon jó buli, látszik az első pillanattól kezdve olyan hangulat van itt, ami párját ritkítja. Ez az egyik dolog, másrészt meg több diákkal beszéltem, leginkább egyetemistákkal, akik mondják, hogy hívják a barátaikat ide, szerte az országból jöttek vendégek, akik nem láttak még ilyesmit. Az üres palackoknak a mohó külön gyűjtőhelyet alakított ki a fesztivál területén. A bevételekből a Békés Csabai gyermekosztályt támogatják majd. A héten jó pályavetélkedőt rendezett a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a 6., 7. és 8. osztályosok számára. A 17-3 fős csapat csütörtökön a fa- és építőipar területén tehette próbára tudását. Ne vászol el, ne csúszol el! És akkor találok egy ilyen simítókefét. Sipicki Zoltán, a Kóskárai Technikum és Szakképző Iskola oktatója, az intézmény egyik tanműhelyében mondta el, hogyan kell helyesen és szakszerűen tapétázni. Antal Sándor, Elekről, a dr. Mester György általános iskolából érkezett Békés Csabára. Az, hogy festettünk, most tapétázás van, és volt már barkácsoltunk is, és körülbelül ennyi, de az, hogy szakmákat, hogy valamennyire már úgy benne vagyok, és akkor lehet, hogy amikor majd iskolát kell választok, meg szakmát, 8. után, akkor már könnyebb lesz ezzel is valamennyire. A Kóskárai Technikum és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese a gyakorlati alapú oktatás előnyeire hívta fel a figyelmet. Mint mondta, fontos, hogy a diákok közvetlenül találkozhassanak minél több szakmával. Nagyon sok helyre megyünk itt pályorientációs napok keretében, ahol meg tudnak ismerkedni akkor gyerekekként külső terepen a szakmáinkkal, és azért jó, hogy bejönnek ide az intézmény, mert itt testközelből tapasztalják meg, hogy milyen a szakma maga. Ugye nagyon jól felszerelt tanműhelyeink vannak, és mivel ők kijöttek ide, tehát már egyből gyakorlati szemmel látták az eszközöket, ki tudták magukat próbálni az adott szakmában, mi érdekli esetleg őket. Közel kerültek az anyagokhoz, ismerkedhettek, ezáltal se lesz nekik idegen, majd amikor szakmaválasztásra kerül a sor. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője kitért a vetélkedő egyik feladatára. Kiemelte, hogy több 3 perces rövidfilmmel készültek a korosztály számára, amelyek bemutatják a szakmaválasztás hátulütőit, kihívásait. Humorosan próbáltuk azelőtt rávezetni a gyerekeket, hogy ez nem egy komoly döntést eredményez, nem egy jó döntést eredményez, hogyha nekik teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, mert egyáltalán nem akarnak például dolgozni, egyáltalán nem akarnak munkát vállalni. És most ezt a filmet dolgozták fel a gyerekek kérdések mentén, tehát tulajdonképpen a filmnek a megértése, a film mondani valójának az értelmezése volt a feladatuk. A szakképzési osztályvezető hozzátette, a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott jó pálya vetélkedő programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a helyes szakmaválasztásra. Ősszel is elérkezett az óraátállítás ideje. Vasárnap hajnali 3-kor 2-re kell visszaállítani az órák mutatóit. Ilyenkor az emberi szervezetnek is változtatnia kell eddigi megszokott ritmusán. Az ehhez való alkalmazkodás egyénenként változó. A szakemberek szerint azonban a krónikus betegeknek fokozottan kell figyelniük magukra ebben az időszakban.
Bár az emberek többsége nem örül az óra átállításnak és annak megszüntetése mellett voksol, vannak azonban olyanok is, akik a legkevésbé sem érzik hátrányát a téli és a nyári időszámítás váltakozásának. Szerintem maradhatna, nem kellene átállítani, és ez a mostani az, ami talán jobb lenne, ha maradna ez a nyári időszámítás. Igen, én is úgy élem meg, én is jobban szeretem a nyarat, kedvenc évszakom. Hát így megfáradtabb vagyok így össze, meg télen, és így ennyi. Az a rossz, hogy mi mindig dolgozunk, az éjszakában dolgozunk, és akkor ez szörnyű, hogy egy órával többet dolgozunk, tehát nincs alvás megint. A nap beosztása lényegében egy óra sokat jelent nekem legalábbis. A szervezet működése egy meghatározott napszaki ritmushoz köthető, ezért dr. Sonkoly Iván házi orvos azt tanácsolja, alvási szokásainkat érdemes már napokkal hamarabb az átállásnak megfelelően alakítani. Hangsúlyozta, hogy ilyenkor fokozottan figyelniük kell a krónikus betegségben szenvedőknek. Ez a napszaki ritmus biztosítja a szervezet optimális működését, a nappali ébrenlét, illetve az éjszakai pihenésnek a megfelelő ritmusát. Ezt a ritmust az embernek a belső biológiai órája biztosítja, és az óra átállításkor ez a rendszer szenved átmeneti zavart. Békés Csabán, Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomában Verasztó János lelkész az óraátállítás technikai részleteivel kapcsolatban elárulta. Számukra ez már nem jelent semmilyen technikai nehézséget, hiszen mindkét toronyóra műholdas jellel állítja át saját magát a megfelelő időszámításba. Érdekesség, hogy nem csak ilyenkor óraátállításkor, hanem legalábbis itt a belvárosi evangélikus nagy templomban minden éjszaka hajnalban 3 és 2 óra között, 2 és 3 óra között mindig tesz a toronyóra egy 24 órás kört, hogy az esetleges késéseket vagy sietéseket korrigálja. Az Európai Bizottság 2018. szeptemberében nyújtotta be az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről szóló irányelvjavaslatot. A kérdésben azonban még nem született végleges döntés. 350 millió forintból új csarnokot adtak át a Békés Csaba Labdarúgó Akadémia 4-es Honvéd utcai központjában pénteken. A fejlesztésnek köszönhetően az utánpótlás csapatok az év minden napján fedett körülmények között készülhetnek. Ifjú labdarúgók, valamint felnőtt és öreg fiú csapatok gyűltek össze az új csarnok megnyitóján pénteken. Kovács Mihály, az akadémia elnöke kiemelte, számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt években, és nagy reményeik vannak a jövőre nézve is. Szeretnénk továbbfejleszteni az akadémiánkat, hiszen 523 gyerekünk van jelenleg, és ez a gyereklétszámhoz szükséges további létesítményeket építenünk. A nagy álmunk egy kőépület, mert most ugye jelenleg konténeröltözők állnak rendelkezésre a gyerekek számára, tehát a nagy álmunk egy kőépületnek a felhúzása, amely egyrészt öltözőként, másrészt pedig kiszolgáló létesítményként állna rendelkezésre, illetve további pályákat szeretnénk még építeni, füves-műfüves pályákat egyaránt. Az eseményen Varga Tamás alpolgármester köszöntőjében elmondta, az oktatást nem csak a sportra, de kemény munkára és alázatra is tanítja a fiatalokat. Maga a labdarúgó akadémia egy tudatosan, szisztematikusan építkező, komoly stratégia mentén gondolkozó szervezet, felkészült szakemberekkel, és nem csak a sport szeretetét, a futballtudást adják át a mindennapokban, hanem az oktatásra, a nevelésre is hangsúlyt fektetnek, illetve olyan társadalmi szerepvállalásokban partnerek, amelyek a gyermekeknek, a fiataloknak is üzenetértékűek, és a társadalom felé is pozitív attitűdöt sugároz. A csarnok létrejöttével most már az őszi és téli időszakban is fedett körülmények között készülhetnek a Békés Csaba Labdarúgó Akadémia játékosai. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!